Üdvözöllek! Ebben a videóban egy fordító programot néznénk meg, egy újabbat. Ennek is megvan a maga előnye. Az eddigiekhez képest annyi az előnye, hogy igazából a fordítás az nagyon gyorsan és egyszerűen lezajlik, de nézzük meg inkább a gyakorlatban. Erről a címről érhető el, és ha lejjebb tekerünk, akkor itt van a download. Kattintsunk rá, letöltődött, ki kellene tömöríteni. Hát most igazából mindegy, hogy hova. Fordító. Ide kitemerítem. És ezzel kellene elindítani. Dupla klik. És hát tulajdonképpen el is indult. Ami hátránya van, hogy igazából különféle beállítások nem nagyon vannak. És van néhány zavaró tulajdonsága, de általánosságban elég jól és gyorsan használható. Itt meg vannak adva, hogy mivel történjen a fordítás. Hogyha valamelyik nem kellene, akkor ezt így ki lehet venni. De csak akkor, hogyha nincsen elindítva a program. Illetve itt be kell állítani, hogy milyen nyelvre szeretnénk lefordítani. Magyar. És akkor start. Elindult, és akkor hát igazából annyi a dolgunk, hogy kijelölünk egy szöveget, és már is megkapjuk a fordítást. Ez egy idő után eltűnik, ha nem állunk rá az egérrel. Ha igen, akkor nem tűnik el. Persze lehet hosszabb szöveget is. Hát ez tulajdonképpen így működik, hogyha egy szóra duplán klikkelünk, akkor az kijelölődik, tipikusan minden szövegszerkesztőben meg a böngészőben is. És ez igazából így ennyi. Ha nincs rá szükség, akkor stop. Bármikor ezt el lehet persze indítani utána, illetve akár lehet rögzíteni, hogyha jobb egérrel kattintunk, rögzítés a tálcán, vagy kitűzés Windows 10-ben. És akkor ez mindig kéznél lesz azután. Start, és akkor már is használható. Hát ez tulajdonképpen így működik.